estét mindenkinek, itt van a hashtag Bocskor. Köszönöm szépen a lelkes tapsot, nagyon-nagyon örülünk, és örülök a vendégeimnek is. Itt van ma este Ubrankovics Júlia, Oroszlán Szonya, Bárdosi Sanyi és Lakatos Márk. Jaj, de jó! De jó, új arcok, remélem, hogy rég voltatok, így van. Sanyi, te azt hiszem, hogy harmadszor nem ismerted meg a Julit, pedig voltatok műsorban. De a fenekéről megismertem. Igen, szerencsém van. Nem, az a baj, hogy a nők mindig másképp néznek ki. Ha ugyanabban a ruhában lenne, ugyanolyan hajjal, ugyanolyan... Tudod, hogy ezt a műsort nők is nézik. De én ettől még lehetek debil, és nem ismerhetem. Hát, hogy én értem, én vagyok a memória nélküli ember, de amikor hát... túl megláttam ezt a festesnek, akkor egyből tudtam. Stresszes, nadrágot! Jaj, de Sanyi, hát és hol van a karakter, a személyiség, a báj? Miért egy fenyéknek nem lehet karaktere? Lehet? Hát? De nem, az a baj. Ez hihetetlen. Kérdezzük is a Szonyát. Szonya azt mondta, hogy te várod a szexistát, ugye? A mi sőző szexistát? A szexistát, igen. Te nem ebből élsz. Várjál, megpróbálom újra. Nem, de pénzt kapok érte, tehát... Szóval, micsodát, hogy te vállalod a szexistát, mondtad még a műsor előtt, és aztán valahogy mégis így kerültetek mi össze. Mi nem voltunk még négyen, azt hiszem, én azt hiszem most vagyok harmadszornál az vendégi. Ti ismeritek egymást, ugye? Igen. Jó véleménnyel vagytok egymásról? Igen. Sanyi, itt volt egy esemény a héten, amiből talán csak te meg én maradtunk ki. Kedden délután 4 körül gyakorlatilag az emberi civilizáció összeomlott. Ez az! Akkor mondtam, hogy megéri a Humbert megvenni. Mert az meg. Az meg. Mert igen, mert hogy akkor majdnem Mad Max állapotok voltak. És most szépen mindenki elmesélheti, hogy milyen volt ez a nagy 2024-es Facebook összeomlás. Oh. Ugye? Mert hogy ti azért mégiscsak felhasználók vagytok, és azt hiszem, hogy szeptember 11 az egyetlen olyan esemény, nem az egyetlen, de olyan esemény, amikor egymástól szoktuk kérdezni, emlékeztél, hogy hol voltál, emlékszel, hogy értesültél róla, és most erről a Facebook összeomlásról. Ez ilyen nagy volt. Ez nagyon nagy volt. Tényleg? Igen, mindenki megijedt. Körülöttem legalábbis. Én teljesen kimaradtam belőle. De komolyan? A nagyon élvezték. Teljesen. Hát a Twitter az csak annyi, hogy nem tudtam valakinek válaszolni Messengeren, de azt hittem, nálam nincs internet. De mi ilyen router problémára? De arra, hogy mindig magába keresi először. Persze. Igen. Biztos, hogy én vagyok a hibás, valamit beállított, a rossz beállítástól. És te, mint ilyen überposztoló, téged meg se rázott a dolog? Most próbálom visszatekerni, hogy mit csináltam kedden délután, de szerintem tudod mi, ahogy valamit dolgoztam, forgattam, úgyhogy eszembe se... Igen. Tehát eszembe se jutott, és amikor befejeztük, akkor láttam, hogy mindenki örjön, és nem értettem, hogy miért. És miért de akkor már visszajött. Igen. Akkor már visszajött. Igen. Ez volt kb. Egy óra, ha jól tudom, de tényleg egy világra szóló hír volt legalábbis. Nektek mi az a pont, amikor már ez gondot jelentene? Én nagyon jól meg vagyok Facebook nélkül. Én igazából se Facebookot, se Instagramot, semmiért nem használnék, hogyha nem ez lenne egy ilyen abszolút mód arra, hogy kommunikálj az emberekkel, nem vagy használnék, tömegekkel. De használod. Hát használom azért, mert egy csomó embernek már nincs meg a száma, csak a nevére emlékszem, és könnyebb hirtelen megkeresni. Ugye, mert te nem emlékszem a nevekre, de ez egy teljesen más kérdés. Fenékről mindenki felismer. Nem mindenki. Jó, de itt kell a tekeseket a Facebookra, tehát hogy most hát ott... én felég sokat láttam. Az még érdekelne is az elég. Na mindegy, szóval nem, én de nekem... ha belegondolok, Facebook nélkül nem tudnám, hogy melyik országban éppen az ismerőseim hol vannak, és velük kommunikálni, és kivel, mikor, szóval nagyon nehéz lenne az életet menedzselni. Ez csak ismerősökkel való kapcsolattartásra többnyire, de a szakmád miatt te nem használod sem az Instát, sem a Facebookot, arra van más fórum. Nem, nagyon kell használnom a Facebookot, sőt, hogyha behívnak egy castingra, akkor megnézik, hogy milyen az Instagramom, hogy milyen képeket posztolok ki magamról, mert szeretnék tudni, hogy éppen... Akkor ez milyen... el is várt, hogy legyen? Abszolút. Sőt, kötelező. Én nem futhatok be Hollywoodban, ha nincsen Facebook vagy Insta oldalam? Ha van, ne, akkor sem. Ne a többi képességemet, mert hogy alapul, de... De és hogyha van egy kamu profilja... Te jelentkezel? Igen, mert... Igen, egyszer volt a tanárbács is történetként. Tetszik neki. Igen, kisfiam. Ha van egy kamu profilod, akkor azt nézik meg. Én értem, de valami kell, de abból mit ítélnek meg? Megítélik, hogy igazából hogy nézel ki, nem a
retusált soha képeket. Soha nem nézel ki úgy, mint az Instagramon. Ez így van. Jó, de a filmen sem nézel ki igazából. De a személyiségedből nagyon sok minden. A filmen még mindig inkább úgy nézel ki, mert mozog a szád, meg izé, de a fotókat olyan sokan. Én például, én azt mondtam, hogy bocsánat, hogy közbevágok ebbe, csak megőrülök az Instagramtól, nagyon nem szeretem, és de sajnos... Miért? Mert megőrülök attól, hogy mindenki nem úgy néz ki, mint ahogy kinéz. Mert mindig filter van, meg mindig izé. Én például nagyon törekszem arra, hogy ne legyenek filterek. Most jó fény van rajtam. A smink az már, de nem úgy értem, hanem hogy vannak mindenféle filterek, meg ide rak dolgokat, meg oda rak dolgokat, hogy én igyekszem, mert tényleg az a baj, hogy egyszerűen már nem létezel, hogyha nincsen. Tehát most nekem is odaírnak, mit tudom én, lovas kliensek, meg ott keresnek, meg emberek, meg oda rakom föl én is a dolgaimat, hogy magamat tudjam promotálni, meg a színészi dolgokat is oda rakom föl. Nem létezel. A weboldalt nem nézik, nem nyitják meg, hanem az Insta. Na mindegy, de lehet törekedni arra, én például igyekszem, hogy legalább természetes képek kerüljenek ki rólam, és próbáljak úgy kinézni, ahogy. Ehhez képest nagyon sokat látom, hogy ismerősök is mondjuk miért tesz fel egy filtert, vagy látom, hogy bele van nyúlva a képbe. Ki van szedve egy ér, egy ránc, egy izé. Na de most, ha kisminkeled magad, ez nem ugyanaz? Hát figyelj, ha kisminkelem magam, attól is még mit tudom én, ha lentről fotózom, látod, azért a ráncaim tudnak látszani, látod? Vagy mit tudom én, ha lefele vagyok, akkor nekem itt ki tud jönni egy ilyen gonosz erem. És akkor nem hívnak a lovakhoz, vagy mi? Na de igen, értem, hogy a Szónya mondta, tehát a gonosz erével már ki nem... Ki tudom szedni, érted? És akkor kiszedem a gonosz eremet. Nekem is volt egy ilyen gonosz erem, de a csatári doktornő kioperálta. Abban is bele kell gondolni, hogy amikor ember nézi valakinek a képét ilyen közelről, nem nézzük egymást annyira közelről. Amikor valakiről kitesznek egy ekkora képet, nyilván retusálják. Én egyetértek, a smink az ugyanannyira egy filter. Valahogyan át akarja az ember törni azt, hogy ne azt nézzék, hogy dagad az erem, meg ne azt nézzék, hogy a háttérben éppen ott van egy, nem tudom, mentőautó, hanem hogyan tudom a képet úgy manipulálni, hogy valahogy meghallják a tartalmat. És ehhez nekem néha kell, hogy filter, vagy beállítás, vagy fény. Tehát ez a nézés, vagy az, amit odaírsz, tehát hogy az egy energia, az egy üzenet, amit az egész képviselsz. Igen, csak nyilván az amerikai színész világban mások az elvárások, mint hát a modellvilágban szellem, is most már... Szellemes, szellemtelen kiírásai. Hát de a modellvilágban is, tehát a modellvilágban most már akkor kapsz ennyi munkát. Te nem modellként adod el magad. De most igen, de divatban dolgozom, tehát tudom azt, hogy például szerződtetnek modelleket, és mondjuk 20 évvel ezelőtt hogyan szerződtetek. Tehát most már akkor kapsz meg egy munkát, ha van egy social media bázisod, mert akkor az egy plusz marketing, az egy plusz reklám erő ahhoz, hogy téged alkalmaztak, és ezt nézi. Ez milyen kegyetlen. Ez most olvastam. Bocsánat, nem ugyan, tehát hogy nincs meg a teljesítmény. Egy modellnél miért nincsen meg? A bunyósoknál úgy van, hogy van rohadt sok követőd, meg hülye videókat teszel ki, sok a megtekintés, sok a like, de közben pocsék bunyós vagy. De ez egy más dolog, de a modell abból ér, hogy egyébként amúgy is lefotózzák, meg videót csinálnak róla, tehát végül is ott összeér a dolog. Igen, nekem meg se kell szólalnom. Jó, szerintem le is zárhatjuk. Bocsánat. Ezt a dolgot. Olvastunk Szonyáról csupán annyit, hogy megint jártál Amerikában, és az újságok fogalmaztak, visszaültél az iskola padba. Nem úgy fogalmaztak, hogy nem volt elégedett a tudásával. Ilyen is volt? Baromira elégedett vagyok a tudásommal, csak szeretem fejleszteni magam. De mit tanultál itt megint? Még mindig. Fogpótlást ad. Látod a láncszíval? Nincs rajta filter. Nincs rajta filter, így van. Hol a gonoszered? Igen. Na igen? Na, ezért voltam kint Amerikában. Hát most lezárult. Gratulálok! Én most már szerencsére a Nemzetközi Lovas Szövetség által is levédett lóterapeuta vagyok, Masterson Method Bodywork. Köszönöm szépen! És ezért voltam kint, hogy a Masterson metód, amivel én foglalkozom, ami nem összekeverendő a lovas terápiával, mert ott emberekkel foglalkozunk, én a lovakkal foglalkozom. Gyakorlatilag lógyógytornász vagyok, és azért ez egy közel 5 éves képzésnek most lett vége, és azért voltam Amerikában, hogy befejezzem a diplomamunkámat, levizsgázzak, és megkapjam ezeket a végre befejezem, és megkapjam ezeket a szakképesítéses papírokat, és hát ilyen
sok állatkát ilyen boldoggá teszek. Tehát most boldog? Hát úgy tűnik. Hát igen. Most nem fűznék semmi. Nem, ez csücsörít az Instagramra. Egyébként vannak olyan szakmák, most ugye itt elmesélte Szonya az övét, vannak olyan szakmák, amit nem elég egyszer megtanulni, hanem folyamatosan tovább kell képezned magad, lásd, mint orvos, vagy fodrász, vagy nem biztos, hogy... De ez minden szakmában így van? Sanyi, neked van ilyen, Rodoszon van ilyen, hogy új fogásokat tanultok? Vagy? Rodoszon már nem. Én tudok tanítani neked. Az a baj, nem tudsz. Meg nálam tudok... Na ez még inkább érdekes. Nem tudsz, de én szerintem én tudnék mutatni olyat, amit te még nem láttál. Mondjuk az is valószínű. Na, minden szakmában nálad van ilyen? Nálunk különösen, tehát hogy a birkózás is fejlődik, de valójában ugye nem egy dolog, mi nem ezt csináljuk leginkább, tehát a mi klubunk, az én klubom, hanem mi az MMA-val foglalkozunk. És az MMA most az egyik legjobban fejlődő cucc, szerintem, mert az baromi... Mi az? Hát a Mixed Martial Arts, MMA, UFC, a legismertebb. De ilyen ketrec ütik verik egymást kesztyű nélkül, vagy igen, de ez már nagyon régi dolog. Tehát igen. Az ókori olimpián is volt már ilyen. Tehát olyan nagyon újat nem tudsz kitalálni, a meleg víz már van, nem kell kitalálnunk. De akkor is gyorsul, más lesz. A szabályok körülbelül hasonlóak, mint az ókori olimpián, de... akkor is más lesz. És mivel nagyon van ilyen, hogy belülsz oda egy konferenciaterembe, és akkor megmutatják az új. Van ilyen is, de valójában nem, jelent kell lenni, nézni kell. Most erre jó egyébként a social media, látsz meccseket, egy csomó olyan dolgot, ahol nem tudsz jelen lenni. Mexikóban találkozott XY, bunyóztak, esetleg a hírét hallanám 50 évvel ezelőtt, de nem látnám a meccset soha. Ja. Így meg tudom nézni, és abból már sokat lehet tanulni. És Juli, színészeknél? Abszolút. Sőt, te jársz? Igen. Amikor kint vagyok Los Angelesben, akkor is egy héten legalább kétszer elmegyek tréningezni. Tréningezni? Igen, amikor nem forgatok és nem vagyok színpadon, akkor eltelik a színjátszás között. Színész mesterség, nem? Így van, ez egy színész mesterség tréning. Amikor te kitalált, hogy ezen a karakteren szeretnék dolgozni, ezen az anyagon, mert mondjuk szeretném játszani a Macska a forró bádogtetőn. Oké, és még nem volt olyan rendező, aki kiosztotta nekem ezt a szerepet. De nekem van egy kötődésem ahhoz a karakterhez, és akkor elkezdek azon dolgozni, hogy valami újat fedezzek fel magamban. Hogyha behívnak egy castingra, akkor jelen tudjak úgy lenni azzal az összes energiával. És akkor van egy hely, ahol elmész, és azt mondod, most a macskát csináljuk? Most két hétig a macskát? Igen. Hogy van ilyen? Igen, aha. Persze. Ez is edzés, nem? Így van. Ez muszáj. Abszolút. Én is oké, hogy Amerikában megcsináltam dolgokat, meg hozzájött egy továbbképzés, stb. De tegnap este is egy Angliából egy webinárt csináltam lógerinc problémákkal kapcsolatban. Tehát sosincs vége. Tehát de mindig, ott te vagy az oktató. Hanem más emberektől, szakemberektől, orvosoktól. Hát mindig tudsz tanulni, meg magadat is tudod fejleszteni. Tehát, hogy az, hogy most már nem kell iskolába írnom vizsgákat, meg nincs már szakmai gyakorlat, meg ilyenek, tehát annak vége, de ez egy vége láthatatlan, és színésznőként sem mindig van hova fejlődni, de minden szakmában szerintem. Hát az ilyen szakmában meg erről szól, gyerekek, hogy mindenfélében megújul a divat, sőt most már nem is fél évenként, hanem havonta, meg két havonta. Hát neked elég ilyen brancsokra járni pezsgővel, meg nem tudom mit. Tehát, hogy nem. Na jó, de hogy fogod a porrat? Nem minden. Nem, mert a divat mindig visszajön, nem? Hát mindig visszajön, de hogy jön vissza, és az hogy kapcsolódik a régihez? Ez kb. Olyan, mint nálunk a fogások, hogy 100 évvel ezelőtt csináltak valami fogást, most nem divat. Bár ez lenne. De ugyanúgy meg kell tanítani a gyerekeknek, mert lehet, hogy 5 év múlva megint előjön, és egy megint részt, divat lesz. Igen, másrészt meg éppen az, hogy mi az aktuális abban a fél évben, azt meg minden fél évben újra kell tanulnod, vagy újra kell megnézned. Nem, én azt szeretem visszanézni a régi gyerekkori képeket, amikor anyukám öltöztetett a 80-as években. Azt kemény, de azt sosem. Én már akkor is egyedül öltöztem. Múltkor földobott valamit a Facebook, és akkor ilyen 80-as évek diszkója még a Balatonról valami. Persze. Olyan hajak meg arcok, ilyen kötött pulóverbe a csávó úgy mozgott, hogy úristen. És azt hitted, hogy jól néz ki. De jól is tényleg úgy mozgott, hogy minden jól néz ki, nem? Tehát most annyira keverednek a korok, stílusok. De most megint azt hiszük, hogy jól nézünk ki, és majd visszanézzük 20 év múlva. Ja persze, az mindig gáz. 20 év múlva mindig gáz. Ezért nem szabad annyira sokat törődni magával az ízléssel. Hát akkor ez... Igen, welcome, igen.
Pontosan. Na, Julival akarnék még beszélni, nagyon rég jártál nálunk, és most egy érdekes kezdeményezésnek vagy a részese. Azt mondja, mindenki tudja, rengeteg amerikai film forog nálunk, és akkor nagyon nagy öröm, amikor megnézzük ezeket a hollywoodi blockbustereket, és látjuk, hogy egy nagyon nagy magyar színész ott van, vagy összeverve, vagy némán átsétál a háttérben. Általában az utóbbi. A Növényi Norbit egyszer megverte a Schwarzenegger. Így van, tehát hogy a nagy dolgok történnek a színészeinkkel, de figyelj erre a kezdeményezés, ez nagyon-nagyon érdekes. Itt Juli fogja majd jól tudni elmondani, hogy igazából a magyar szereplőket jobban is lehetne, főleg azok, akik beszélnek nyelveket, akiknek van tapasztalatuk külföldi filmforgatásokon, hogy őket lehetne egyébként jobban integrálni ezekbe a forgatásokba. Ez kinek volt a kezdeményezése, ami ezt te is csatlakoztál? Éppen arról beszélgettünk a Szonyával, amikor megérkeztem, hogy emlékszel, amikor 2 évvel ezelőtt rád írtam, amikor Los Angelesből így hazatettem a bázist, akkor szembesültem azzal, hogy mennyi amerikai film forog itthon. És hogy ebben nekünk magyar színészeknek, akik egyébként rendelkeznek külföldön megszerzett igazi nyelvtudással, nem tudunk minőségileg részt venni. Mert nem kerülünk oda a rendező elé, meg a casting direktor elé, meg akkor érkezik ide a produkció, amikor ők már készen vannak, és csak ezt a háttérstábot rendezik be nálunk. És akkor arra gondoltam, hogy ez így nincs jól, és megpróbáltam egy olyan utat találni, először egy beszélgetést, amire hívtalak, és aztán most ez a kezdeményezés, amit az Origo végül is sikerrel átvitt, ez is ennek az eredménye, hogy az Origo azt mondta a Grillus Dorka barátnőmnek, hogy igen, mi hajlandók vagyunk egy olyan adatbázist létrehozni és biztosítani, ami a Magyarországon élő külföldi nyelvtudással rendelkező magyar színészeket ezek felé, a produkciók felé prezentálja. Ez azt jelenti, hogy amikor a Sonyhoz kijön, a Sony stúdióhoz, Los Angelesbe kimegy az Origónak az ajánlata, és azt mondja, hogy figyeljetek, ha ide jöttök forgatni, akkor ennyi mindent tudtok csinálni, megjelennek a színészek. És Spielberg bácsi azt mondhatja, hogy fú, Magyarországon vannak színészek. Mit hitt egyébként? Ideig neki erre nem is volt szüksége, nem is kellett neki ezen gondolkodni, ez el se jutott hozzá. Na de egy kétmondatos színész ide repítenek inkább Amerikából, nagyon sok fizetik esetben, neki igen, a Sheratont, vagy a nem tudom micsoda, így van, Sheraton. Így van, így van. És mindent azzal a gázsival, azzal a nem tudom, ahelyett, hogy egy magyar színész, aki egyébként tökre megfelelne ennek, alkalmaznak? Valószínűleg ez így egy van. Nagy lobby is kint, nem? Hogy a amerikai színészeket használjanak. Hogy nem? Meg hogyha nem amerikait, akkor azt mondom, hogy megpróbálnak Londonból ide reptetni valakit. De most már hát közel 100-an regisztráltak az Origo. Kik vagytok? Egy pár nevet mondanál? Kik vagytok ebben? A Hauman Máté, a Grillus Dorka, a Dobókata regisztrált, a Borbély Alexandra, tehát hogy... Szonya, benne vagy? Én most fogok regisztrálni. Most regisztrálsz? Most fogok. De egyébként bocsánat, hogy a Hauman Mátét említetted, például milyen érdekes, hogy a Hauman Máténak van egy külföldi ügynöksége, és ugye ő szerepelt az Oppenheimer, igen, Christopher Nolan filmben. És egy egész nagy szerepet kapott, nagyon irigylem tőle, mert a Cillian Murphyvel volt egy zárt jelenete, és zárt bele jelenete. Tudott nézni a Cillian Murphy szemébe, és ezt nagyon irigylem tőle. Na mindegy, de hogy ezt, ha Magyarországon castingolja, akkor ezt nem kapja meg ezt a szerepet, mert ez egy nagyobb szerep. És kireptették, csak most nem akarok hülyeséget mondani, valami skandináv ügynöke van, és a skandinávokon keresztül fogták, kireptették Amerikába, kifizették a minden szállás, ameddig maradt, és ott forgatta az Oppenheimert. Úgyhogy van ilyen, létezik, csak nem jutunk el oda, mert annyira be vagyunk zárva, meg hogyha magyar casting ügynökségek vannak, akkor egyszerűen nincs meg az az ajtó, ami már akár egy osztrák ügynökségnél, vagy skandinávnál, vagy németnél már megvan. Léri. Azt hozzá kell tenni, hogy ez nem ügynökség, ez csak egy adatbázis, ami így megvan mutatva. Ezen túl minden színésznek megvan a saját ügynöke, a saját képviselete, Skandináviában, itthon vagy ahol gondolja. Úgyhogy... És használják? Mi a tapasztalat? Igen, tényleg. Az Origo Talent Network-et, ez most indult február 12-én, úgyhogy remélem, hogy majd egyszer csak elindul. De teljesen mindegy, ez egy olyan lehetőség igazából, amikor az előző rendszerben valaki egy világútlevelet kapott. Tehát, hogy te kiléphetsz egyel odébb. És van rá lehetőség. Lehet, hogy nem nekem, de lehet, hogy a kettővel következő generációnak lesz benne. Hát nagyon drukkolunk nektek!
Jövünk vissza a hét hírével, tulajdonképpen ezt ilyen helyesen írta ide a szerkesztőség, hogy büfé gét. De aki olvasta, az tudja, miről van szó. Az operaházban áll a bál, mert a Carmina... Keringőzik a kanál. Igen. A Carmina Burana előadást igazgatói utasítással ketté kellett szakítani azért, hogy a büfének legyen bevétele. Ez önmagában elég furcsa, furcsán hangzik. Elmondjuk, hogy mi volt az igazgatónak az indoka, elmondjuk, Miklós Erika erre mit reagált, és nézzük meg, hogy mi az a művészeti alkotás, amit szét lehet szaggatni, és mi az, amit nem. Jó, jövünk vissza, egy pár perc. Folytatjuk a hashtag bocskort vendégeimmel, Ugrankovics Júlival, Oroszlán Szonyával, Bárdosi Sanyival és Lakatos Márkkal. Gyerekek, én nekem egy szégyenteljes folt van az életemben, én soha nem voltam operában, nem tudom, te voltál-e, soha nem voltam operában. Hát elég, ha a büfébe elmész. Igen, hát színház büfében már voltam, de fogom majd beszélni. Jó egyébként az opera? Igen. Én imádom. Imádom, én is. Nem voltál. Nem. De most majd lehet, hogy majd elvisznek. Elvigyünk. De annyira szeretnék. Egyszer volt ilyen fellángolásom, amikor az Amadeus című filmet láttam, és akkor mondom, na jó, egy Mozart operát megnéznék, senki nem vitt el. Tehát, hogy... Én elviszlek. Tényleg elviszel? Kettem együtt? Most már lehet a királyi páholyt is bérelni, úgyhogy akár oda is el lehet. Jó, nekem vágyam, csak mondom. Carmina Buránára nem megyek már. De miért nem bírod a szünetet? Nem bírom a szünetet. Nem. 70 perces az egész. 70 perces az egész, de tudjátok, hogy miről beszélek, mi a hír. Itt a Facebookon hozta nyilvánosságra a karmester és rendező Bogányi Tibor, elnézést, azt írta, hogy tegnap kaptam a főigazgatói utasítást, miszerint a Carmina Burana előadást kettévágva fél órás szünettel kell tartani az operaház büféjének bevétele növelése érdekében. Hányadik ütemnél állunk meg? Na, jó kérdés. Miklósa Erika is hozzászólt, ő azt mondta, hogy végtelenül elszomorít a döntés, hogy a 70 perces Carmina Burana 5 éve futó sikeres teltházas előadást ketté vágják egy szünettel. Az nem szakmai indok, hogy a büfé bevételét növelni kell a szünetben, nem büfének van operaháza. Igen. Ez egy proliság. Ókovács Szilveszter, az igazgató, azt mondja, hogy minden erejével azon van, hogy az opera bevételét növelje. Na, gyerekek! Ez tényleg prolisó. Az opera az amerikai foci szintjére süllyed. Mert az amerikai fociban megállítják a meccset a különböző ilyen reklám etapok miatt. Most úgy látszik, erre is sor kerül. Csak de itt az operát állítják majd. Igen. Tehát, hogy vannak operák, amik eleve felvonásokra vannak írva, vannak olyan zeneművek, például a Carmina Burana, ami nem egy opera egyébként, by the way, amik meg egybe vannak írva. Tehát a himnusznál sem mondod azt, hogy szinkópa, megállunk, szünetjel van a partitúrában, most lehet büfézni. Tehát, hogy ez nem így működik. Na, de most ne legyél ilyen igazságtal. Ugye eladott 5 kávét, tehát, hogy most komolyan... Emeltek valami egymilliós, azt nem tudom, hogy bevétele, vagy forgalom, vagy haszonról van szó az opera büféjét. A száraz ízletből, igen. De bocsánat, de szerintem a büfé az nem a... Tehát az mindig egy másik külső cég. Igen, külső vállalkozó, nem? Igen. Hát de most rúgták ki a zsidaiékat, most rúgták ki sok évi szörnyűség után, amit ott műveltek, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy most belső vagy külső, nem az a lényeg. Az egyébként, nem hogy... csak arra hivatkozva, hogy igen, az opera bevételét akarják. De Szonya, itt van az információ, hogy saját üzemeltetésű a büfé, és a nyereséget a kollégák szép kártyáira vezetik át, ezt mondta Ókovács Szilveszter, és ez a gyakorlat, ez nem támadni kellene, inkább tanítani. Azt, hogy azért ennek egy ilyen fink szava van? Igen. Tehát, hogy ez, tehát a Magyar Állami Operaházban vannak előadások, ha éppen előveszik a Carmina Buránát, ami nem is egy opera, hanem egy olyan zenemű, ami egyben és 3 órás, hanem csak 70 perces. 70 perces, akkor azt el kell játszani egybe, és azt kell mondani, hogy utána a büfében egyébként 80%-os nem tudom én, áron lehet még pezsgőzni, és akkor lehet, hogy ott maradnak az emberek, mert van kedvük hozzá. Akkor ezt így kell kitalálni, hogy ez elegáns legyen, ne pedig egy ilyen ócska prolisó. Így van, teljesen egyetértek. Jó, mert hogy egyébként az elképzelt, most Guns N' Roses koncert van a Puskás Arénában, és akkor az aréna azt mondja, hogy Axl menjen le a novemberén után a színpadról, mert ugye nem fogy a sör meg a pár. De ez más, mert ez egy saját produkció. Igen,
sok sört. Az ilyen, a könnyűzenei koncert, vagy rock, vagy könnyűzenei koncerteknél megy a büfé kint, és kimehetsz inni venni. Igen, itt nem mehetsz kint? Egyébként, bocsánat, de régen, a 18. században az opera előadások alatt ki be lehetett járni, és lehetett fogyasztani a pályaokat. De itt nem lehet, én nem tudom, én nem voltam operában. Egyébként miért nem lehet? Ez, sajnos ez a polgári kultúrának a nagy nimbusza, hogy itt a kulturális események alatt ezt megtiltották. Régen egy rendes opera előadás alatt, ami több óráig tartott, ott lehetett inni. Hát, enni, bár, de miért azért muszáj? A páholyba jött egy ember, aki felszolgált, nem? Ott még másképp tekintettek magára a művészetre, tehát ott még ugye ilyen bohócoknak tartották, még Mozartot magát is egy ilyen izének tartották, udvari bolondnak. De akkor kérdem én, miért nem erre felé mentek el, hogy akkor fölvesznek két pincért, két csálingert, akik körbejárnak és kiszolgálják az embereket. Én Londonban voltam színházban, és ott például az előttem lévő ülésnek a hátoldalán volt egy QR kód, akkor azt leüzeltem, és akkor jött egy ilyen halk mamuszban egy üzé, és hozta az acskóban, oda hozta, és akkor ott megihattam a margaritámat, meg a rákfarkokat, Ezersziget öntette, és... De ez milyen színház volt? Ez musical volt. Tehát ez egy más műfaj, tehát az is, a moziban is be tudod vinni akkor a popcornt, az operában. Nem annál, hát figyelj, állok a színpadon, azért többször volt ilyen sajnos, nem a moziban, a színházban. Amikor felveszi a telefont az első sorban, azt hiszi, hogy nem veszem észre, és ledumálja, színházban vagyok! Ki az oroszlán, szóval most nem tudom adni! Hát emlékszem az Alföldivel egyszer a Madár színházban. Hát figyelj, eleve... Az egy dolog, hogy engem nem veszel ember számba, állok a színpadon a kollégával, nyomunk egy nagy jelenetet, katarzis, nem tudom én micsoda, ül benne 1000 ember, aki egyébként átélni jött oda, és kap valamit, csipszezacskóval is. És érted, csörög a telefon, mondjuk most csak azért, mert nem engednek be csipszezacskóval, pont azért, hogy ne, de mondjuk a telefon, az nem hangos. És emlékszem, hogy álltunk, és csörgött tovább, és akkor megálltunk, megvártuk, hogy izé... De tényleg? Ilyenkor volt egy ilyen hatásszünet? Hát igen, mert az a baj, és azért mondom, az egy dolog, hogy engem kizökkent ez, de mindegy, én visszazökkenek, nem érdekes, megoldom, de azokat, akik eljöttek este, és a napjuk végén ez egy izé, és tényleg ott lenne a katarzis, és akkor egyszer csak az egész lufiuk kipukkad, meg kizökkent ez, 999 embert az 1000-ből, mert nem kapcsoltad ki a telefonat. Ugyanez lenne, szünetbe kell állulni a büfébe, katarzist. És akkor... Na, ott volt szünet egyébként, ott volt katarzis, de azt mondom, hogy na, ezért nem lehet zörögni. De ilyenkor nem lehet leszólni a színpadról? Van, aki leszól. Van ilyen is. Van, aki leszól. És de akkor elszégyeli magát a delikváns? Nem az olyan volt, mint amikor szegény Besenyei. Csak azért nem szólsz ki, mert megpróbálod még megmenteni azt az érzést, hogy most ez nem esett teljesen szét az egész. Nem az előadás. Az, amikor a Besenyei játszották a bankbánt, és elkésett egy vidéki busz, és így súnyogtak be, már ment az előadás, és egyszer csak a Besenyei megszólt, késtetek, parasztok! És azt mondják, igen, elnézést, a dugóba kerültünk, de már le is ülünk. Fú, de egyébként nekem is, én is most jut eszembe, hogy a Műpában volt egy ilyen, és én nyitottam meg egy előadást, és kellett mondanom egy ilyen monológot, azt hiszem, Kurtvál, vagy nem tudom mi volt, nem a késtetek, parasztok, hanem ízik később, és mondtam, hogy megvárjuk! Csak azon mondom, hát most én ezt bevállalom, mert tényleg az van, hogy sokat szóra már nagyon bántó, hogy meg mondom, nem is, én lenyelem, de a többi nézőt is na, szavarja. A Carmina Buránát nem lehet, Szónyát nem lehet félbe szakítani. De az, mondjuk a filmvilágából is érkeztetek, hát ha nem is a moziban, de a tévében, egy most művészeti alkotásokról beszélünk, azért legalább 7-szer egy film meg van szakítva, és nem is dramaturgiai pontnál. Hát az is egy kreténség, tehát a kereskedelmi televíziózásnak a reklám sztoria, az is egy kreténség. Az egy dolog, hogy az emberek hozzászoktak. De mi múlik az, hogy valami félbeszakítható, vagy nem? Szerintem nem véletlen az, hogy ennyire bingelnek az emberek, és nézik a mindenféle streamereken keresztül a sorozatokat, mert ott nincsen közbeszakítás, szörnyű, ott meg tudod nézni az egészet. Ott akkor van megszakítás, amikor neked pisilni kell, és rányomsz arra, hogy most akkor stopp, és azt te döntöd el. Aha. De azt is meg lehet csinálni, hogy mondjuk azt mondja a főigazgató úr, hogy a Traviátánál, a Pezsgő Áriánál kötelező fogyasztás van, és akkor a Sármán Duxot lehet locsolni. Sármán Duxot!
De tényleg miért nem hívnak el oda valakit, aki ilyen szakértője ennek a témának, és akkor megmondanád, hogy hogy lehet. Én dolgoztam ott régen, csak sokat pofáztam ott is. De az nem baj, mert így legalább, de most ez tényleg sutyó, hogy ez csak pák függöny le, és akkor menjetek inni, jó. Azért, hogy 1 millió forint, érted? 1 millió forint legyen a büfének a haszna. De egyébként egy ilyen egy bocsánat, de egy ilyen büfében mit lehet kapni, mert száraz is lehet. Sajtos romot. Régen volt még libamájhabos molnárka. Libamájhabos molnárka, emlékszem. Kaviáros szendvics, ilyen fonyat citromkarikával, te ilyenek azt. Az is meleg pezsgő, az nagyon jó. Az nem teszi tönkre a hangot, hogyha be kell ugorja. Molnárka az nem egy bogár. Nem, az most nem. A kertészkedő. Molnárka. Az a hőscincér. Van ez a molnárka, ez ilyen picit édeskés, puhány péksütemény. Mindegy, ez ennyi. Ugyanolyan, mint az utasellátó, amit így felsoroltatok. Hát persze, én olyan, csak tízszeres áron. Én azért kérdeztem, mert én voltam színházban egyébként itthon is. Én is, de az gagyi volt. De igen, a Gangstával láttam a Winnetút. Ja, nagyon jó volt az a Vinc. Ja, azt hittem, hogy ketten mentetek el a Gangstával a Winnetúra. A lányommal mentem el megnézni a Gangsta Zolit Winnetú szerepében. És ő volt és a Winnetú. De ugyanezt csak akartam mondani, hogy Isler volt, meg Perec. Bocs, nagyon pislogok, ez még nem tudtam feldolgozni. Ne, és kérdezik a Winnetú. Nagyon jó, tetovált Winnetú, nagyon állat. És jól nyomta. Jól nyomta, esküszöm. Ez a Gangsta baromi jó. Nagyon jó játszik. Nagyon szeretem minden hülyeséghez. Hát ezért színész családból származik. Igen, és Szonya, hogyha mondjuk a valami Amerikában keresnénk egy dramaturgiai pontot, ahol kimehetnék pisilni, és büfébe, vagy megszakíthatnánk, akkor ismered nyilván az egész, hol lennének azok a pontok, milyen jeleneteknél, ahol azt mondod, hogy mehetek pisilni? Amikor a Sűcila befüvezett. Mikor küldenél ki? Kérlek szépen a részek között. Tehát az első, valami Amerika egy és valami Amerika kettő között kimehetsz, valami Amerika kettő és a három között kimehetsz. Nem tudom, hát nem tudom, de van erre egy külön ember a kereskedelmi csatornáknál, aki azt a nagyon hangos zenét így bekiabál, amikor egyszer csak egy mondat közepén vége van. Nem, szerintem ez már teljesen random. Szerintem nem keresik meg. Megvan a pontos perc, hogy mikor vágják el, persze. De köze nincs a kereskedelmi fél óra, az a 26 perc, és akkor, de az azt még elmegfelezik, meg itt várnának meg tényleg egy mondat vége. Mert igazából a sorozatok erre épülnek, hogy a sorozat végén kell lenni egy cliffhangernek, ami a következőbe átviszi a nézőt, és ott figyelnek arra, hogy akkor szakítsák meg, amikor Joki, nem tudom, bejelentette, hogy a következő. Régen volt ilyen. Így van. Igen, tényleg a Jó barátoknál is voltak ilyen. Igen. De az operában meg lehet csinálni, ott is például, amikor ilyen óriás kitartott hang van. A művésznő. És ott jön vissza a szület. Nem akarsz, most tessék kitaladni. És akkor abból a hangból indul tovább. Persze. Egyébként nem szar jött le. Nem, azt odáig tartja. De jó. Annak tartja a bűfészületét. Vagy fölveszik, és akkor végtelenítve visszajátszák, azt hiszik, hogy nem maradtunk le semmi. Sanyi, te annyi mindent csináltál már, ott volt a helyettesítők sorozat. Igen. Tehát, hogy voltál, mi voltál? Minden. Igen. Minden is. Kutyasétáltató, szörföző, asztalos. Azt utáltam. Mondjuk Kukorica Jancsinak megnézni. Nem szereplőnek, hanem operaházigazgató, ha lennél. Akkor te hogy oldanád meg ezt, hogy legyen bevétel a büfének? Például hát én előtte, nem most komolyan, vagy ha elbaromkodva, akkor én besétálnék így a darab közben, és mondanám, most el lehet menni a büfébe, most úgyis, itt most ezt így, maradjatok így, és na, akkor most legyen egy ilyen troll szereped, ahol izé igen, és akkor engem Orfot lehet dobálni, de kell a büfének a bevétel, dobáljatok most, köpködjetek most. Legyen körbe egy kalap, mindenki akkor tegyen bele egy ezres, ezt megvan a bevétel. Viszem a balhét. Vagy tényleg azt csinálom, amit mondasz, hogy valami okos megoldással, amit észre sem hát, amit én mondtam, ez a QR-kódos dolog, oda jön szépen, diszkréten, csendben, halzacskóban. Ne jöjjön oda. Miért jöjjön oda? Átadja neked a bevészakot. Bement a sor közé, és akkor átjut, én meg átvettem. Én nyújtottam ennyit. Bocsánat, ilyen nagy zével a... Nem tudom, mit rendeltél. Igen, hát ez csak kibírod, amikor... Az már elmúlt az egy időszak, amikor az operában darab közben lehetett enni, az évszázad már elmúlt. Hát de már ott tartunk, hogy farmerbe mennek az operában, már nekem az is gáz. Nem mondod, színházba se szabad
még? Színházba oké a farmer talán, de mi, az operában miben menjek? Nem voltam még operában, majd valaki elvisz engem. Hát, amikor a szembeszélyt mit veszel fel? De mit vegyek fel? Hát azért elegánsabban illik lenni az operába. Vagy öltöny? Igen, de egy elegánsabb élére vasalt nadrág, meg egy zakóval. De és hogy te például szoknyába akarok menni? De mondd meg, hogy mit kell fölvegni az operába. Hát a szoknya elegáns legyen, és ne túl rövid. Mert a tököt kilóg. De a jó kalábaim, de a túl rövid kilóg a tököt kislányom. A tököt kilóg kislányom, így nem mehet el az operába. Na jó, lehet, hogy nem megyek. Mert kilóg. Egyszerűbb a dolog, ne vele menj, hanem velem. Na gyerekek, beszéljünk egy autós témáról, én pár hónappal ezelőtt... De te nem vezetsz, ugye? Nem. Vezetsz. De vezetek, csak nem. Csak nem, jó. De akkor is lesz véleményed erről. Ezt tavaly hallottuk még, én azt hittem, hogy ez valami fikció, egy osztrák törvényjavaslat volt, és ennek értelmében, ha az extrém gyorshajtóktól Ausztriában majdan mondták, az is lehet, hogy elkobozzák az autóját. És akkor ezen úgy röhögtem, hogy igen, biztos valami zöld őrült. És ehhez képest március 1-től életbe lépett ez a törvény, sőt, megvan az első áldozat is. Az első, 28 igen. Éves sofőr, hétfő hajnalban, 114 km/h sebességgel hajtott Bécs Józsefstadt kerületében, ahol a megengedett legnagyobb az 50, és elvették a jogsiját, és mivel ugye ez extrém gyorshajtásnak számít, így az autóját is lefoglalták. Sanyi, csak te fogod érteni, amit mondok, ez egy Volkswagen Scirocco. Én is értem. és a Juli. Igen. De te Amerikában élsz, ott a Scirocco. Ott is van autó. Elmondom egyébként, tehát mi számít extrémnek, lakóterületen belül plusz 80 km/h, és lakóterületen kívül plusz 90 km/h. Tehát ha a városban mondjuk 50-nel a megengedett, akkor ugye 130, autópályán meg 220. Ez most biztos kiszámoltátok már, nem volt plusz 80, de azért, mert már visszaeső, tehát a visszaesőknél plusz 60. És most mérlegelik, hogy elkobozzák-e a csávó autóját, vagy sem. Szerintem kobozzák el. Ja, Juli! Komolyan! Rögtön elküldtem a két öcsémnek. Hát mitől fogja megtanulni, ha visszaeső? Vegyék el az autót. Miért mutatsz rám? Figyelj, örülhet, hogy nem kasztrálták. De gyerekek, Sanyi, nyugi, te is nyugi, én is nyugi. Nem akarsz kasztrálni ebben? De kasztrálni nem akarok se. Opel Kastra. Jó, még... Jó. Én azt nem értem, egyébként nem rossz ez a... Ez nem az rossz? Azért nem rossz, mert vannak olyan arcok, akiket tényleg nem tudsz jobb belátásra bírni. Most én nem akarom mondani a GVM, de például ő. Tehát, hogy hidd el nekem, hogy beleülteted egy olyan Mercedesbe, mint ami neked van, ő 180-nal fog végigmenni az Árpád hídon, hidd el. És jó, csak ha a juniorában. És akkor ha eljön megint, akkor megint megcsinálja, és megint, és jó, megint. Nem menjünk lépésenként. Miért csak a kocsiknál? Menjünk lépésenként. Először is benneteket mi az, ami visszatart a gyorshajtástól? Tehát ez a saját lelkiismereted, vagy a büntetésed, nincs kocsid, igen. Vagy a táblák ijesztőek, vagy a nagy számokkal írják ki, hogy 30. Tehát hogy benneteket mi az, ami visszatart? Én... Megmondom őszintén, hogy én azért nem elkezdtem lelassulni a vezetésemben, mert azért én hajlamos voltam gyorsan menni, de rájöttem, hogy, és most nagyon sokat ülök kocsiba, hogy megyek ide-oda, vidékre, stb., hogy én szeretem az időt a kocsiba, én szeretem hallgatni a zenémet, tök szép tájakon megyek, nézem az ablakon a tájat, az állatokat, nem tudom, telefonálok, egy csomó mindent a kocsiban intézek el. Tehát kiszámolom azt, hogy oda kell érnem valahova egyre, mondjuk két órányira van, akkor időben elindulok, mert akkor még akkor tudom, majd tankolok, vagy nem tudom, megállok, majd veszek valamit inni, vagy tehát ilyen... Gyorsan odaérni, akkor ott lenne időt még egy de kicsit. Nem, tehát szeretek haladni, és én szeretem megadni a módját annak, hogy én nem akarok idegesen megérkezni, nem akarok félve, nem tudom, valami történik tényleg az úton, de hogy én így szeretem a kocsiban, az az én időm. Mm-hmm. És én most már, én ezért... De ez érdekes, ezt én is ismerem. Betartani, és ha 40, akkor mi van? Meghallgathatok még egy számot, fölhívhatok még valakit, nem tudom, tehát most már, hogy én megnyugodtam ebbe. Jó, tudom. Így nem lehet, nem megvan ennek a varázsa, de szép az autó, jó az illat, igen. Jól szól a zene. Hát neked szép jó, az autó. De te akkor nyomod meg a gázpedált, nem? Annyira nem, jól érzed én magad. Én nem vagyok vadvezető. Nem. Én nem, te ültél mellettem, Juli, nem vagyok vad, ugye nem? De egyébként te többször jelezted, hogy vezetnéd az autómat, mi volt a terved?
Igen, mondtad, hogy egyszer kipróbálnád. Hát nem vezettél. Oké, de mi volt a terved az autómmal? Tehát mennyivel megy? Nem. Hát minden autó más érzés. Én nagyon szeretem az autókat. Minden de te autó... nem nyomtad volna a gázt? Biztos, hogy kipróbálja, mennyi erő van benne. De az nem azt jelenti, hogy állandóan gyorsan mennék vele mindenhol. Csak amíg elveszik. De ezért jó, hogy a bocsó miért. Igen. A kibisztek semmi sem. De egyébként Amerikában mennyire szigorúak ezek a sebesség? És tényleg, bocsánat, hogyha valaki másnak az autójával mész Ausztriában, akkor a kocsit veszik el? Erre megvan, nem, akkor elveszik a jogosítványodat, vagy egy élete, vagy nagyon hosszú időre, plusz annak a személynek az autójába soha többet nem ülhetsz bele, nem vezetheted, és ezt alvásszámolval rögzítik. Ha a feleséged autóját használod erre, akkor viszont a feleséged autójába soha nem ülhetsz többet. Tehát ezt így találták ki. Vagy leasingelt autó, vagy stb. Szóval Amerikában mi a helyzet a sebesség? A sebességgel kapcsolatban engem még soha nem kaptak el sehol, és megmondom őszintén, amikor ilyen 60 mérföld per óra a határ, mondjuk milyen 120 km per óra az a határ az autópályán, hogyha a fölött mész, 70-80 mérföld per órával, az még teljesen benne van. Vannak olyan államok, ahol megvan húzva, hogyha 90 fölött mész, 90 mérföld per óra, amit tudom én, 150 km per óra, akkor elveszik a jogsidat, hogyha elkapnak. De Amerikában akkor is megbüntetnek, ha lassabban mész. Így van, mert fent feltartod a tempót. Ami nagyon érdekes, hogy például egy csomó kereszteződésnél van kamera, és hogyha pirosan úgy hajtasz át, hogy közben ki volt írva, hogy nem lehet jobbra kanyarodni, amit egyébként lehet, akkor ilyen 400-500 dollárokra meg tudnak téged. Oké, de olyan nincs, hogy mit tudom én, elveszik az autódat, vagy lecsuknak, vagy rabosítanak. A lecsukás az van, hogy elvegyék a te tulajdonodat, az ott egy ugyan, nagyon a tulajdon nehéz azért nagyon érzékeny dolog. Vá, Amerikában van egy, most olvastam nemrég egy cikket, hogyha olyan pick-up truckod van, mint nekem, és nem gyári programmal futsz, tehát ráraksz egy olyan programot, hogy sportprogram, jobban füstöl az autó, stb. Már a gyári károsanyag kibocsátási adatokat nem fogja tudni, és megállít a rendőr, van ilyen, az a Kaliforniában azt hiszem, hogy már ott behozták, hogy a rendőr beleteszi a szondát a kipufogóba, tehát ha nagyon füstöl a kocsit, megállít, beleteszi, hopp, tesó, ez nincs meg. Ez Németországban is van. És ott a helyszínen el is kobozzák az autódat. Nem kapod vissza többet, és hiába mondasz bármit, mert nem gyári programon futsz. Hát igen, mert az végül is már nem az a tulajdon, amit megvettél. Te azt a kocsit vetted meg, abban a gyári programban, az a tulajdonod. Ha megbütykölted, az már egy illegális tulajdon. Na jó, de már ezt már kijátszottuk, vagy nem? A tulajdonod valószínűleg lehet illegálisan használod forgalomban. Ezt már kijátszottuk. Az én kocsimban is egy gomnyomásra visszaállítom a gyári programba, aztán... Ennyi! Na jó, én nem akarok hirtelen ítélkezni, most egy kicsit így meg vagyok szeppenve, de azt gondolom, hogy valahogyan azért jó lenne ezeket a nagyon őrülteket, akik tényleg így 120-szal mennek a város közepén, megállítani, mert őket nem fogja megállítani. De mi állítani? Akkor számotokra mi a legnagyobb visszatartó erő? Ezt hát, ha elveszik a kocsiját, az biztos. Szerintem ez nagyon jó. De nem az kéne, én kettő ötlettel állok elő, kettővel, és egyébként Bárdosi országban ez be lesz vezetve. A rendőrnek van egy olyan jogköre, hogyha te tényleg debil módon mész meg, ha rendőr villog, nem tudom, és nem állsz meg, meg üldözés, meg minden. Nem lelő egyébként, de kiszáll az autóból egy ilyen nagy shotgun puskával, jó, figyelj ide, jó, nincs ki a géptetőt, fölhúzza, bám, és szétlövi a motort ott a szemed láttára. És akkor utána megbírságollak, mert kifolyt belőle az olaj, papapá, takarítsd el, most van rá fél órád, jó, csináld ezt meg? Ezt vissza kell állítani mindent, és vegyél egy új motort az autóba, és hidd el, amikor az ANG-be kilövöm a motort, és kell belőle, mit tudom én, 12 millióért venni még egyet, az elveszi a kedvét. Én ilyeneken gondolkoztam régen, amikor így ültem egy taxiban, és láttam, hogy mindenki milyen bunkó, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csak itt megjelenne egy markoló, és így letolná a kocsit. Másik ötletem, a büntető UAZ. Ezeket a régi, figyelj, a régi katonai járműveket, amiket elárver ez a katonaság. Én átülök ide. A régi katonai járműveket nem szétszedni kell, meg vasba elküldeni, egy ilyen kraszt, vagy egy ural, tehát tudod mekkora ez ilyen. Na, arra szórófestéken ráírjuk, hogy büntető, és ez járja a várost. És aki... Skarlátbetű. Ne, aki a buszsávba megy a buszsávba, meg a nem tudom, bicikli úton parkol.
az gondol, benne ül? Nem, jó, egyes, felező, és így mondom, át a és átmegy rajta, és amikor megérkezik a gyökér, aki rossz helyen parkolt, vagy meglátja, és édes jó Istenem, és akkor csak látja, hogy megy el a krasz. Én meg az osztrákokról akartam veletek beszélni, de ez... Nagyon tetszik! Nem, ez ide, az a baj, hogy ez egy másik ország, itt ez kell, és ez kétszer megcsinálja, és a büntetőnek már nem lenne dolga, mert egyből mindenki tudná. Igen, csak ne felejtsd el, hogy azért nagyon nagy lóerővel rendelkező autókat lehet ma már kapni. Te... Hát ez a baj. Igen. Minek csinálnak olyan nagyon? Igen, ezt akarom kérdezni. Olyan végsebességgel is, olyan... Hát én amikor a jogsimat szereztem, akkor azt hiszem, hogy majdnem minden átlag autó a 100 lóerő alatt volt. És nem mert többet 120-nál. Hát persze. És ahogy így megyünk előre az években, lata... fogadjuk, hogy a Szonya s**ge alatt is 100 lóerő fölötti autó van. Fogadjuk. És mindegyik így mosolyog. Mindegyik csicseri. Na jó, de ez, ilyen farok, de ez ilyen farokméregetés ez a sok lóerő, nem? Miért farokméregetés? Amikor csak ezt kapod már. De igen, nem kapod. Tehát amivel ma a Szonya megy, az mit tudom én, a 80-as, 90-es években azért csúcs autó lett volna a teljesítményét illetően. De miért illetően. Gyártanak ilyeneket? Ezt kérdezem. Hogy akkor miért büntetnek, hogyha gyártanak? Hogyha engedik a piacra? Tényleg, igaz. A pénzedet elveszik. Nem, itt a lényeg az, hogy a németek... Hogy a pénzedet elvegyék, a sok lóerőjét. A németek csinálják egyébként jól, mert ott még az autópályán mindig van olyan szakasz, ahol lehet menni bármennyivel, ugye? Van. Megvan még ez? Régen, persze, hogy ne van. Mert persze. Szó volt róla, hogy lehet, hogy... Persze, hát van is egy cseh vállalkozó, akinek azt hiszem, hogy van egy Bugatti Veyronja, aki rendszeresen átjár Németországba, hogy csak megnyomja, ezért. És már németek tök idegesek tőle. Tehát a Václav kimegy a német autópályára, és így 400-zal megy a Bugattiával, és aztán hazamegy, és lepalkol újra Prágában. Tehát, hogy... Na, de ott lehet, tehát, hogy érted? Mert igen. A német vállalkozó az egy jól nevelt csávó, ő nem csinálja ezt otthon, de ahol lehet, hát igen, ott csinálja. Európa Unióban nézek, a csehek átjáratnak, simán. Igen, így de van. Nem az a baj, itt mindig a neveltetéssel van a baj. Ki az, aki már kipróbálta az autóját, hogy mennyit bír, mennyit megy? Valaha, ever az életében. Soha! Én mindig ilyen kis csendes volt. Nem, én rettegem. Juli, te, nem te. Jó, de Sanyi, Juli. Milyen autó volt, és hol, és mennyit értél el? Amikor azt mondtad, hogy ma nem gyártanak olyan autókat, akkor én pont a kis kinti Toyota Prius C-mre gondoltam, no. Ami egy ilyen hibrid autó. És mennyit bírt? És 164-et. Kilométer vagy mérföld? Kilométer beátszámolva. Igen, mérföld, az nagyon sok nem. De az a Prius nem bírja. Igen. De, tehát 164 ment belőle, és ez annyira nem vészes, tehát az öcsém simán megy gyorsabban az M1-esen Budapest-Sopron között, tehát, hogy csak kíváncsi volt. Ugye elvesszük az öcsét kocsiját. Én a kis minimet, amikor volt, akkor egyszer fölnyomtam 140-re, de akkor már így vezettem, hogy de az melyik mini volt, ami a régi mini, vagy már az újabb? Új, kabrió ráadásul. És nyitott tetővel. Sikoltott. Sanyi, te nagy lóerőbarát vagy azért. Mindegyik. A lóerő egyébként nem arra van, hogy használt ki, hanem ez egy olyan dolog, hogy az marha jó érzés, hogy van az autódban ennyi tartalék. Igen, hogy ez egy... Ha kell, akkor van. Kérdezik, van. Ennyi. Tehát, hogy, de ezt nem kell kihasználnod. Nem. Én annyira ebben nem vagyok. Hogy belevisz a rosszba? Nem. Néha igen. Hogy gyors tudsz tőle lenni, hogy amikor igen. Előzni kell valakit, pa. Akkor nem az van, hogy menjünk, jönnek már szemben, menjünk már, hanem hogy mindegy, de ha ráérzel az ízére, akkor ott marad a lábad. Igen, de most figyelj, én nem veszek soha ilyen M5, meg ilyen autókat. Pont azért nem veszek, mert tudom, hogy gyökér vagyok, és nem bírnék a valagammal. Te milyen fegyelmezett? Szándé... Jobb, mint a Juli. Nem, azért, mert egyszer 160-nal beestem egy árukba, és az nagyon fájt. Aha. És akkor ebből én megtanultam, hogy nem veszek. Most az a baj, hogy most már olyan pick-up truckokat, meg terepjárókat veszek, ami ugyanígy megy. Tehát, hogy... De ezzel már van annyi eszem, hogy nem csinálok ilyet. Én kipróbáltam egyébként a pick-upot, hogy mennyit tud menni. Szerintem egy teherautónál azért az elég erős, amikor 200-zal mész. És ahhoz én már voltam, megmondom őszintén. Mert azok terepgumik, tudod, olyan hangja van, mint amikor megy előtted egy Niva, tudod, ilyen hangja van a guminak. Visszatérve most az osztrák példára, hogy nem jobb megoldás-e, csak mert tényleg ez a magántulajdon valahol itt felmerült, amit én is úgy gondolom, minden, majdnem minden demokratikus ország alkotmányában benne, vagy annak a védelme és sérthetetlen, hogy például pénzbüntetés. Hát ugye mindenhol van, de például a finneknél ugye a keresethez mérten fizetsz büntetést, közlekedési kiágást. Szegény Kimi Räikkönennel történt az,
hogy nem csinált nagy dolgot, hogy Finnországban autózott, és egy tréleren húzta a motorcsónakját. Megállította a rendőr, kiderült, hogy nem volt jogosítása arra, hogy húzza azt a motorcsónakot, plusz nem is rakta fel ezt a két plusz tükröt, ami kell a motorcsónak miatt, és ezért megbüntették 30 000 euróra. Ouch. Tehát, hogy, mert hogy ugye az Forma 1-es versenyzőnek, volt, ez annyi, mint neked 30 000 forint, de hogy Kimi 30 000 eurót fizet, ez nem jobb megoldás-e, mert hogy ugye az se igazságos, hogy egy, mit tudom én, átlagbéres ember ugyanannyi fizet egy 170 km/órás túlépésért, mint egy milliárdos. De a pénzed is a tulajdonod. Igazából a kérdés, hogy mit tudsz tenni a hülye emberekkel szemben? Semmit. Nem. Még ez sem igaz. Jaj, de jó. Itt meg is állunk egy röpke kis büfé szünetre, és utána menjetek pisilni, bármi. De utána jövünk egy nagyon helyes kis sztorival, egy magyar kutató hölgy Angliában, a Cambridge Egyetemen egy nagyon régi épületben véletlenül bezáródott a fürdőszobájába, és egy MacGyver-szerű trükkel szabadult ki, kellett hozzá egy szemceruza és egy fültisztító pálcika. Amúgy, ha nem sikerült volna, 5 napig van benne. Igen. Elmondom az egész sztorit. És egy picit MacGyver-eskedünk. Igen, ezért kapok pénzt. Jövünk mindjárt. Na. Alig várom, hogy egy pár ilyen MacGyver trükköt felelevenítsünk, és az egész brit média beszámolt erről a történetről, a Cambridge-i egyetemen történt, az ottani egyik kutató, egyébként magyar doktor Ilkó Krisztina elmesélte a kalandjait, a lényeg az, hogy 7 órán keresztül beszorult egy vastag falakkal és nehéz fajtóval védett ablak nélküli mosdóba. Ő Krisztina, és ott van a... Ez nem a mosdó ablak. Ez nem a mosdó, hiszen van ablak. Igen. Na, Krisztina a 16. századi filozófus Erasmus egykori szobájában lakik jelenleg, mint ez kutató. Az a szoba? Valahonnan kinéz most. Na, ehhez a szobához tartozik egy fürdőszoba. Ehhez az a fürdőszobához... Az Erasmus idejében már volt fürdőszoba? És ha nem, most van. Igen, ennek van egy ajtaja, és ennek a reteszét véletlenül a vízvezeték szerelő törhette el, amikor a zuhanyt javítgatta, és Ildikó bement csütörtökön, és bezárodott mögötte az ajtó. Annyit tudott, hogy a takarítók hétfőn jönnek, addig senki nem fogja ott keresni. Idézem Krisztinát, azt mondja, próbáltam felidézni, hogy meddig lehet életben maradni csak vízzel, és reméltem, hogy nem halok meg ott. Próbáltam zuhanyrózsával verni az ajtót, erővel betörni és segítségért kiabálni, de semmi sem használt, és senki nem hallott meg. És aztán többszöri próbálkozás után eszébe jutott, hogy gyerekkorában imádta MacGyvert, és hát ott ugye vannak mindenféle trükkök. És talált egy szemceruzát és egy ilyen pamut fültisztító pálcikát. Most itt olvasnám, hogy mit csinált. Tehát a szemceruzával lenyomta a zárat, és a fültisztítóból csinált egy kampót, egy hurkot, és azzal valahogy aztán sikerült kinyitni az ajtót. 7 órát töltött ott, míg ez a trükk sikerült neki, és aztán ugye ki tudott szabadulni. Most egyet kérdezek, gyerekek, hogy egy olyan 16. századi épületben, ahol 1 méteres falak vannak, és olyan tömör faajtó, ott a kilincset egy szemceruzával le lehet nyomni. Hát ezek ezek csak ilyen kampósak igazából. Igen. Tehát valamilyen retesz, ami nem igazán kilincses, rugós szerkezetnek képzelem én, nem tudom. Tehát ez valami retesz, amit ott elrontott ez a vízvezeték szereplő. Tehát én sem tudom, de a lényeg az, hogy tényleg mindenki, a BBC, mindenki beszámolt erről. És na, tehát ő a vizet számolta, hogy egyébként tudjátok-e, hogy meddig lehet életben maradni levegő nélkül, víz három, nélkül, levegő nélkül, 5 perc. Igen? Szerintem ez nem, a 3-3-3. 3-3-3. Víz nélkül én 5 napot, tehát én 5-5. Víz nélkül. Hát levegő nélkül 3 perc. Napot. Levegő nélkül, nem 5 perc. Hát figyelj, nagy a tüdő. Nálunk, amikor súlyrendezés volt, akkor nekünk nagyon komolyan meg kellett vonni ezt, és tényleg csak ilyen deciket lehetett, napi 2 edzéssel mentem, és 10 napot tudtam úgy kibírni, de a végére már kiült a halál az arcomra.
Hogy igen, enni nem, szilárd kaját nem láttam 10 napig. 10 napig nem ettél? Igen, mert én amit lehetett vissza... lehet csak vízen élni. Ne, amit lehetett visszatölteni, azt inkább megittam folyadékba, tehát ilyen napi 2-2,5 deci folyadékkal, úgyhogy napi 2-t edzettem, és úgy kellett 10 napig, és úgy lett meg a súlyom. Jaj. Tehát, hogy hát a súlyod meg az erőd viszont az elment. Ah, persze, de hát ez ettől egy szakma, hogy utána egy nap alatt azt vissza, pák! És de ez egy csalás, nem? Persze, de hát ez benne van, hát ez benne van. Bárdosi bolygó erre épül? Nem, ez az a baj. Bárdosi bolygón nem így van. Bárdosi bolygón ugyanaz nap van a mérlegelés, mint amikor a verseny, és akkor ezek a nagy fogyasztók eltűnnek. Tehát nincs. Tönkretesz egyébként, de én úgy tudom, hogy 3 napig kibírod. 3 napig mind víz nélkül. Víz nélkül 3 nap. Én 5-öt tudtam, de lehet. És kaja nélkül 3 hét állítólag. Hát én érzem 30 nap körül, igen, 21-30, igen, hogyha csak folyadékot iszol. Így van. Kaja nélkül simán kibírod. Jó. Ha van víz, ha van vízed, meg levegőd, akkor szerintem el lett volna. Igen, de Ildikó esetében... Víz az volt? A víz az volt, hisz mosdóban volt, igen. Hát jó. A vécén. Szerintem azért kibírtam az egy hónapig is. Hát nem, csütörtöktől hétfőig. Kibírta volna egy hónapig, a vécétartályból iszik, az kész. Na, hogy mindenki képzelje el a saját fürdőszobáját, csak hogy Krisztina sztoriára 5 napig be vagy zárva a saját fürdőszobádban, mindenki gondolja végig, hogy mi van a fürdőszobájában, oké? Okay? Az otthoniban. És mivel próbálkoznál? Ordítanék, mert tökre vékonyak a falak, és hallják a szomszédok. Sajnos nálunk a fürdőszobámnak az ajtaján üveg van, úgyhogy én csak berúgnám az üveget. Az nem jó ötlet, mert az üveg meg még jobb, még szarabb. Törölközővel. Törölköző, és úgy? Már igen, na. Az a baj, az üvegtörés, az gáz, mert az megvág, és akkor utána már... Komoly gond van. Komoly gond van, ha esetleg úgy, mert én láttam olyat, hogy berúgtak egy ilyen üvegajtót, átment a srácnak a lába, és itt vágta meg, és ott várjál, ott az ütőeres érzés, ott az gáz volt, tehát így ne rúgdossunk üvegajtót. Nekem például ezért van az, hogy általában a fürdőszobáimnak nincsen ajtaja, most jut eszembe. Nem azért van ez. Ja. Az is lehet. Na de várjál, a fürdőszobában van WC. De a WC az külön van, viszont például az első lakásom az úgy volt, hogy a konyhában volt egy ilyen piros színű zuhanykabin, és egybe volt ez egész. Nagyon izgi. Na jó, csak azért mondom, utána olyan volt, hogy a hálószobámmal egyben nyit, a WC az külön. Tehát na jó, de ha nincs ajtó, az gáz, mert ha én mondjuk nálad alszom valamiért. De mondom, hogy a WC az külön van, a fürdőszobában általában mindig egyben a hálószobában, a konyhában, ahogy kijön, de a, Márkos, ahogy kijön a lépés. Főzne neked valamilyen, nem tudom, igen, és utána azt mondja, hogy Sanyikám elmegy zuhanyozni, csak hát éppen a zuhanykabin a konyhában van, és ezt még kell nézni. Hát azért ebben van szándék. És megkérdezném, hogy Sanyikám, egy debrecenit? Jézusom! Ezzel az a baj, hogy reggel én elmegyek WC-re, de aztán nem akarod látni. De nem érted, hogy az külön van? Na, tegyük fel, nem sikerül kijutni. Mivel tudod elütni az időt? Vannak még a régi WC-k mellett újságok, füles, meg keresztrejtvény, nőklapja. Kötésed. Nem tudom. Szerintem nőknek könnyebb, nem? Tehát ott van minden. Hajat mosok, körmet lakkozok, bőrtápolok, hát, meg zuhanyzom. Habbal ütöd, amit tudsz. Tehát szerintem nekem annyi minden van a fürdőszobában, hogy elszórakozol velük. Simán. Oké, te is, Juli. Abszolút. Sanyi, neked nincs semmi? Ami év, ami naptár, amit nézeget. Semmi. Kiszeltündés. Az a baj, de voltál már nálam, nincs nálam ilyen, és újságok sem, mindig a telefonnal. Nekem sem. Már. Ha kimaradna... Hát én nem tudom, mit csinálnék. Tényleg nem tudom, mit csinálnék. Tudod, mit csinálnék? Ordítanék. Mert általában az előszobában vagyom akkor a telefont, hogy hey Siri, és ha meghallja, akkor már úgy tudok telefonálni. Hey Siri, mert a Siri, mert felébred a telefonot, azt mondod, hey Siri. Akkor megjelenik a kis kék izé, és Kolingi Cunci, nem Kanci, mert úgy veszi. Tehát az Ildikó Cuncinak van elmentve, igen. Csak te angolul kell, hogy mondd, és Kancinak mondod. Igen, mert csomószor mondtam, hogy Cunci, és tök másokat hívott. Kolin Kanci! És nem vetted észre, hogy mindegyik emel díjas? Kivel beszéltem? Na, és akkor fölhívnám úgy az Ildit, és akkor ordít vagy. Figyelj, nem fogod hallani, mert bevazártam magam a klozetba, és hogy figyelj, gyere már haza, mert nem bírok kijönni, kirúgom, berúgom az ajtót, kijövök tokostú, ha nem jössz haza. És akkor így nem kéne berúgni, és akkor kijönni. Kolin Kanci. Jó. Egyébként tényleg telefonnal mentek fürdőszobába? Mindig nálatok van? Nem. Kancit is kinhagyod? Én azért, hogyha fürdök, akkor szeretek fürdés közben olvasni, vagy de telefonon. Valami podcastet, igen. Na, de én a fürdőkádból TikTok videókat forgatok, úgyhogy nekem ott van a kezdemben. Forgatok?
Nagyon menő. De muszáj. Én egyszer bezártam, nem vicc, a kertemben a fészerbe bezártam magam. Oh. Rám csapódott az ajtó, mert ilyen már Ferdén áll, és akkor ugye a gravitáció bevitte. És passzus, ott voltam. De ilyen disznóreteszes, és akkor egy pák így leesett az... Nem, belül nincsen kilincs, kívül sincs, de egy kulcs van bedug, ami rozsdás. És azzal szoktam így kinyitni, és ezért. És akkor kihajtom, bementem a fűnyírók közé, meg van ott buvárszivattyú, meg medence, háló, meg nem tudom, és ping! És passzus, ott vagy délután 4-kor, mondom, ezért. Ki lehetne rúgni, de akkor... Hm? Ki fog megtalálni? És volt nálam telefon. Oh. És képzeld, felhívtam a szomszédot, hogy másszon már át a kerítésemen, és szabadítsunk, és ez így történt. Tehát, hogy a telefon mindenhova vigyetek magatokkal. Hát, vagy Colin Cansey. Colin Cansey. Nektek, jó, Sanyi elmondta, hogy Colin Cansey, ha ti bezárkózva maradnátok, bezárva, telefon nélkül, család elutazott, stb. Ki lenne mondjuk, Márka, te esetedben az első, akinek feltűnne, hogy nem vagy? Szerintem a Blik. De az azért gáz, mert először megírnák, hogy eltűntél, és napok telnének el, tehát mire megírják, hogy eltűntél, és csak utána kezdenének el keresni. Igen. Amikor a második hírt akarnák adni, még mindig nem került elő. Magamtól is így megkérdezik, ki lenne az első, akinek hiányoznék annyira, hogy többször próbált hívni, már aggódna, és aztán hogy elindítana valamit, nem tudom. Szonya, nálad? Fú, nem tudom. Hát lehet, hogy a főbérlő lenne. A főbérlő több. De csak hónap elején, nem? Minden hónap elején, hogy mi van? Nekem a kutyám az biztos. De az, hogy nincs család, nincs kutya. Igen, elutaztak. De a kutya ott van kint, az a kutya azért az nyilván... Nem ez. Hát, ez egy komoly kérdés. Én nem szoktam becsülni, tehát ezért a kutya, ha egyedül vagyok otthon, akkor például nem zárom be a fürdőszobajtot, ha tusolok. Szeretem, a kutya beszokott jönni, mindig megnézi a zuhany szerint egy rakéta, amivel el tudok repülni, és akkor mindig meg kell kimondani. De nem megyek sehová, csak letusolok. Én így megyek vécére. Hoppi, maradj, ne visszajövök. A gyerekek így a... Minden nő mellett van egy kutya, aki elkíséri a vécére. Igen, csak azt akarom tudni, hogy a kutya mit csinál. Tehát, hogy... hogy mi? Sajból van a hócsájból. Én nem tudnék úgy pisilni, hogy nézni. Hogy néz a kutyát? Tudomásul veszi, és helyére megy. Jó, ez nagyon jó. De egyébként ennél rosszabb az, hogyha mondjuk valaki van nálad, és pont úgy szeretnétek együtt lenni, és a kutya megül, és az még rosszabb. Aha. Ezt hagyom ezt a sztorit, hogy befejezzétek. Lesély! De mi? Akkor, de mi? Neked van kutyád? Van, kettő is. És ők benn vannak, amikor? Nem, bezárjuk a kennelbe őket. Mert ezt csinálják. És ha kijönnek a szemceruzába. Hát szerencsére ilyesmit nem használnak, és nem tudnak beszélni, és ők kórikánszik. A végén játszunk egy kis MacGyvert, és akkor láttátok, hogy már itt hoztam fortune cookie-kat, ahogy a Szonya megállapította. Tehát a helyzet az, hogy benn vagytok a fürdőszobában, senki nincs, kutya sincs, senki nem tud átüvölteni a szomszédot, és itt gyakorlatilag hétköznapi eszközöket húzhattok, mindenki kettőt, és magyarázzátok el MacGyveresen, hogy azzal hogy jutnátok ki. Oké? Ennyi a feladat, jól? Legyetek kreatívak. Szonya drága, kettőt húzzál. Kettőt. Mindenki két eszköz, ha nagyon muszáj, akkor cserélhettek. Márk. Nekem lesz a legnehezebb, ami marad, az a harag. Húzzál ki kettőt, már nem is nézek oda. Tessék. Na, mondtam, hogy kettő van. Jó. Tehát két eszköz, kinél mi van? Ez tök jó, mert én pont akartam mondani a bankkártyát, a bankkártyával próbálkoztam, és golyóstól van. És golyóstól. Nálad már? Nálam teáskanál és tésztatűrő. Sanyi? Hát én nem tudom, miért van ez a fürdőszobában, de van egy horgászbot, meg egy gyertya. Juli? Nálam van vazelin. Az hasznos egyébként. És igaz, Márk? És egy bowlingolyó. Ha retesz be akad, igen. Vazelin és bowlingolyó. Valaki akar-e cserélni? Bowlingolyó. Igen, valaki akar-e cserélni? Hát ahhoz kell vazelin, hogy bemenjen az árba. Egy régi autószerelő mondás szerint, ha valami nem működik, sikosíts. Na, Márk, szeretné kezdeni? Aha. Jó, Léci, hogyan szabadulnál ki? Mit van? Bocsánat, melyik az a tésztaszűrő? A tésztaszűrő, tudod, ami ilyen szita van alul, és egy szita, ilyen... Szita, ugye? Igen, és így van ilyen nyele.
az a tészta szűrő, de van műanyagból is, de mondjuk a szitát, ami igen, fém is. Igen. Jó. Jó, hát azt mindenképpen ide odaraknám, mint egy ilyen vívómaszkot, hogyha véletlenül a teáskanállal valami nagyobb rumlit csinálok, akkor a szemem világát azért ne veszélyeztessem, és utána a kis kanállal gyakorlatilag egy ilyen kicsit ferdeszögben megközelíteném a zárat. Hmm. Lehet, hogy a tésztaszűrőnek a nyelével, ugye, ami egy kicsit kilóg a kezem alól, avval ütögetném egy picit, mert általában finom mechanikás a záram, amit szoktam használni. És egyébként számzáras, tehát lehet, hogyha beütném a kódot, akkor a kis kanállal, akkor kinyílná, és a tésztaszűrővel a fejemen kimennék a fürdőszobába. Szuper! Júli, vagy ki szeretné? Jó. Bowling golyó és vazelin van nálad, ugye? Bowling golyó és vazelin. Na. Az jó. Mm. Nézzük. Azt hiszem, hogy a bowling golyó az így vazelin nélkül is működne, hogyha megfelelő méretű bowling golyót kapnék. És hát az általános méret, az nem kisebb. Van nehezebb, meg könnyebb. Mi? Igen, de méretre ugyanakkorák, csak a súlya nagyobb. Ezt nem tudtam, akkor egy súlyosabbat szeretnék, és az a súlyosabbat vazelinnel vagy vazelin nélkül így megtaszajtanám és átvinne a... Igen, a vazelin az... Igen, az veszélyes, mert mikor dobnál, kicsúszik. De az árszerkezet, de valahogy bele lehetne pumpálni a vazelint, ami ugye ezt a... izét megkönnyíteni. Szonya, szeretnél, vagy Sanyi? Hát én még nem találtam ki a megoldást. Jó, akkor Szonya. A bankkártya golyóstól, ez mind a kettő elég praktikusnak tűnik. Nagyon, nekem is. Tehát, hogy bankkártyát, azt ott, ahol a nyelve van a zárnak, ott be kell csúszítani. Ez annyi filmen láttam. Ezt hotelben működik. Igen, hotelben ha működik? Ha elég kemény a bankkártya, akkor működik, ha nem törik bele. De azért jó a golyóstól, mert akkor ott bemennék a kulcslukon, és akkor ott, ahogy tolom a bankkártyával, ott úgy ki tudnám pöckölni előbb. Jó, nem tudom. Ezt a lovaknak azért nem tudom is meg. Nem, de filmen jól néznek ki. Igen, tehát, szerintem jól néznek. Igen, szerintem jól néznek. Főleg, így lenne. Na, Sanyi. Én azt csinálnám, hogy egy picit letekernék a damilból, ilyen hurkot formálnék vele, és akkor a zár... megnyújtanám a gyertyát először, hogy lássak. Igen. Mert hogy ugye sötét van a WC-be, és akkor ezt a hurkot így addig bejátszanám oda a zárnyelvhez, hogy így ráakadjon félig. És akkor így meghúznám így az ajtó zsanér felé, hogy ezzel így befelé húzzam az árnyelvet, és akkor már ki tudnám nyitni, szerintem. Wow. Óriás, hát nagyon szépen köszönöm, tényleg. Remek volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ubrankovics Juli! Oroszlán Szonya! Bárdosi Sanyi! És Lakatos Márk! Rengeteget tanultam tőletek, komolyan, nagyon szépen köszönöm, mindeniket ki fogom próbálni, vazelin, golyó, golyóstól, szita, szűrő, vagy nem tudom mit. És egy hét múlva találkozunk amúgy, viszontlátásra, jó éjszakát!